ha jól tudom, akkor most érkezett a kórházból, hogyan érzi magát, milyenek voltak a kórházi körülmények, hogy érezte magát, illetve hogy van most. Igen. Hát először is ugye az, hogy a 7 gyermekkel sikerült kikapcsolódni egy kicsit, az egy nagyon kellemes program volt egy sűrű nap után, ahol a 106 jelölt összejött, és stratégiai kérdéseket beszéltünk meg, ez egy nagyon hasznos program volt. Hát kellemetlen végződött, így a kórházba kerültem, de mind a csúszda parknak a személyzetét, a mentősöket, mind a kórházban dolgozókat maximális köszönet és hála illeti. Én tényleg csak a legmelegebb szavakkal tudok megemlékezni róluk, hogy mennyire lelkismeretesen és milyen kedvesen látták el a feladatukat. Úgyhogy volt egy műtét, tegnap reggel egy fémlap bekerült most a bal karomba, néhány hét után gondolom, hogy már fájdalmak is el fognak múlni. Valószínűleg egy másfél hónapos gipsz viselés után pedig, és az alatt is természetesen a munkát fogom tudni folytatni. Facebook videójában említette, hogy Facebookos képviselőtársai nem jelentkeztek. Fideszes. A fideszes képviselőtársai nem jelentkeztek. Igen, ez nem csak a képviselőtársai, hanem nyilván nagyon jó kapcsolatom van egyébként több fideszes polgármesterrel is, de érdekes módon még Gyurcsány Ferenc is és Klára is rám írtak egy SMS-t nagyon kedvesen, de valamiért a fideszesek nem. Egyébként én ezt nem annak tulajdonítom, hogy nem vagyunk jobban, hanem hogy valószínűleg négy szem közt valamit elmondani tőlük az belefér, úgymond a Fidesz pártfegyelmébe, attól félek, hogy már egy SMS vagy egy telefonhívás nem. Annak már nyoma lehet a pártvezetés számára, ott, ahol Pegazussal figyelnek meg, még a sajátjaikat is, Ádert is megfigyeli a Fidesz, ott egy fideszes polgármester vagy képviselő nem teheti meg azt, hogy emberi arcát mutassa olyan módon is, amikor nyoma van. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.